az előző részek tartalmából. Mit akartok tőlem? Hagyjátok békén a családomat! Kérlek, Jesse, menjen egy orvoshoz. Van valami a fejemben. Valószínűleg nyomkövető eszközök. Apa! Ő nem én vagyok, a fejedben lévő információt használja. Most már Charlie kell nekik. Menjetek el. Charlie, egy darabig vándorolni fog. Amiatt, ami apával történt. Ki ez? Tom Clark. Az a Tom Clark, aki tönkretette az apámat. Az a Tom Clark, aki azt állítja, hogy az egész program hazugság. Milyen ironikus, Jake. A nagy leleplezőről kiderül, hogy a féltestvére félig földön kívüli. Akarod tudni, miért állt át? Lefeküdtél Eric Crawforddal, Owen Crawford fiával. Annak a fiával, aki tönkretette anyánk életét. Hogy tehettél ilyet? Ő nem az apja. Az amerikai történelem legnagyobb csalását fedezi. Folyamatosan hazudik az egész amerikai népnek. Honnan a fenéből képzeled, hogy neked nem hazudik? Úgy gondoljuk, hogy a 47-ben Roosevelt-ben lezuhant űrhajó roncsait szállítja. Miből gondolják ezt? Úgy gondoljuk, hogy a roncsban talált halott utasok is a járműben vannak. Magát és a barátait le fogják tartóztatni, ha továbbra is feltartóztatják a légierőtisztjét. Nézzétek! Ott! Meddig tud még leplezni egy ilyen jelenséget? Charlie és Lisa. Ládák. Tereljenek mindenkit a teherautókra! Mozogjanak! Igen, uram! Szálljanak fel! Gyerünk, egyesével! Mindenki szálljon fel a kocsira! Mozgás, mozgás! Erre! Gyerünk, szálljanak fel! Erre legyen, oda fel! Menjenek beljebb! Beljebb! Ez az! Tovább, tovább! Mit akarsz tenni ennyi szemtanúval? 48 óráig fogva tartom, és meggyőzöm őket, hogy minden szemfényvesztés volt. Nem fogják elhinni. Beszélni fognak róla. Beszéljenek. Minél többen beszélnek egyszerre, annál kisebb a hitelük. A holttesteket is elvitték, igaz? Mihez kezdesz most, hogy nincs semmi bizonyítékod? Nem kellett volna így történnie. El tudod képzelni, hogy másképp is lehet? Eltűntek. Fantasztikus. Egy lépéssel közelebb jutottunk. Miért mondod ezt? Egyszer azt mondtam, hogy van egy adójuk, egy szerves adójuk. Azt hiszem, az egyik test volt az. Nem vettük észre. Itt volt az orrunk előtt, és nem vettük észre. Nem várhatták meg, míg rájövünk, ezért mindent elvitt. Az utolsó morzsát is. Jó
Azt itt felejtették. Harmadik típusú emberrablások. Magyar hangok. Rosta Sándor, Háda János, Németh Borbála, Markovics Tamás, Madarász Éva, Molnár Ilona, Zsigmond Tamara, Dózsa Zoltán, Bőm Anita, Crespo Rodrigo, Kántor Kitti, Szórádi Erika, Vári Attila, Csík Csaba Krisztián, Ősi Ildikó, Beratin Gábor, Dányi Krisztián, Mózer Károly, Esznagy Ildikó, Zborowski Andrea, Jelinek Márk. Nos, ahogy számítani lehetett rá, elvágták a vezetéket. Mi lehet a tervük? Minden bizonyítékot, minden eredményt elvittek. Elég jó magyarázatot adtam. Azt mondtam, szenátor úr, azért nem tudunk semmit felmutatni, mert egy repülő csészhaj mindent kitépett az enyves kezeink közül. Így történt, nem? Lecsapott az égből, és kitépett. Kár, hogy sehol sem találjuk Charlie Keyst. Tudod, mi az idegesítő? Megmondom, mi az idegesítő. Hogyha lett volna elég pénzünk, megfejteni és beindítani a követőrendszert, már tudnánk, hol van Charlie Keyst, hiszen adó van a fejében. Mindenkit megelőzve 24 órán belül megtalálnánk. Most mi a terved? Néhány volt évfolyamtársam biotechnológiában utazik. És neked? Tom Clark jár a fejemben. Ahogy azt mondja azzal az önelégült mosolyával, még mindig nem tudja, hogy repül, mi? Szerintem inkább a húga jár a fejedben, ahogy kiadja az utad. Tudni akarom, miért kezdett el hinni Clark az UFO-kban? Lehet, hogy ott volt a válasz, de felülkerekedett a másik erik. Hé, kis pajtás, hova akarsz menni? Bökiék házába. Oké. Hé, mutassuk meg neki a földön kívülit. Nagyszerű ötlet. Jól be fogsz vágódni nála. A személyes gyarlóságaimat félretéve, továbbra is szeretnénk választ kapni. Miért gondolta meg magát? Életünk minden pillanata fel van építve még születésünk előtt. És ha igen, vajon kevésbé vagyunk felelősek a tetteinkért? Vagy a felelősség is be van építve? Ha elütötted a labdát, csak állsz és nézed, hogy ki megye. Vagy elkezdesz futni, és a többit a fizikára bízod. Ha ez az ütés csak néhány centivel hosszabb, kirepül a pályáról, és vége a játéknak. Túl későn lendültem. Azt hittem, le fog esni. Ezért szeretem a baseballt. Előre nem tudhatsz semmit. Azt hittem, azért szereted, mert rémesen nehéz, és megjegyezhetsz egy csomó haszontalan statisztikát. Igen, azért is. Rosszul vagy? Csak megszédültem. Menjünk haza. Ez a nagymamádé volt. Szeretlek, kicsi. Minden nap, és vasárnap kétszer. Jacob! Jacob! Maradj itt, hívom a mentőket. Gyönyörű medál. Te meg szép lány vagy. Ezt ő is tudni fogja. Ki? A fiú, akivel találkozol. Csak egy pillantást vet rád. És tudni fogja, hogy örökre melletted akar maradni.
Sajnálom, hogy ilyen soká jöttem. Charlie? 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 Kicsim? Charlie? Édesem, Istenem, kisfiam, nem szabadna így elmenned. Mi a baj? Hol voltál, kicsim? Merre jártál? Mióta meghalt a nagymama, egyre csak gyöngült. Mindig kértem, hogy menjen el orvoshoz, de nem ment. Mintha beletörődött volna. Talán megértette végre, hogy mi történik vele. Úgy mondod, mintha beszéltetek volna róla. A fenébe, Danny! Hey, Danny! Danny! Carol, mi van? Mi lenne? Meghalt a férjem, az van. Meghalt a férjem, és nagyon megköszönném, ha nem csapnál ekkor az át. Oh, Carol. Nagyon sajnálom. Figyelj, ha bármiben segítek. 5 évvel később. Azt mondják, hogy amikor megnövünk, mindent felrúgunk, amit addig mondtak. Lázadunk a világ ellen, amibe oly nehezen igyekeztek belenevelni minket a szüleink. A felnőtté válás része, hogy elszakítjuk a kötelékeinket. De nem hiszem, hogy csak ez az oka. Szerintem akkor lázadunk, amikor rájövünk, hogy a szüleink semmivel sem tudnak többet a világról, mint mi. Nem tudnak minden választ. Lázadunk, amikor rájövünk, hogy végig hazudtak nekünk. És hogy a Mikolás nem is létezik. Hello! Szeretett házködőt? Azt hiszem, hogy ez a Bob múlt valószínűleg tud valamit. Tavaly láttam őket Sacramentóban. Jók voltak. Nina Tott vagyok. Én Lisa. Szia! Szia! Milyen volt az első nap? Brutális. Kibírhatatlan ez a hely, és van egy javaslatom. Akarsz egy barátnőt? Igen. Lisa! A mostoha apám. Tényleg? Igen. Az anyám Berkeleyben van. Egy alternatív táplálkozás tanfolyamra jár. Az szuper. Most ketten vagyunk Dennyvel. Mennem kell. Oké. Ne felejts el hívni. Jó. Oké. Szia! Szia! Gondoljanak bele, milyen gyorsan eltűnnének a különbségek világszerte, ha a Földön kívüliek fenyegették a Földet a világűrből. Mégis felteszem a kérdést. Mi lehetne tőlünk? Mi lesz a saját zenekart alapít? Mi lehetne elfogadhatatlanabb, mint egy ház? Na jó. Lisa! Lisa vacsora! Liz? Liz? Lisa? Itt vagyok. Ah, bocsi. Minden rendben? Van egy telefonszám a kabát zsebemben. Ide hozzád? Igen. Itt az egyik, és itt a másik. Ez elég kell, hogy legyen. Ó, oh, Mr. Holding, van itthon peskő? Csak egy üveg Pepsi. Az is jó lesz. Nos.
Ne várd, hogy elmondom, a ma felnőtt nő lettél kezdetű beszédet. Kérlek, ne! Örülök, hogy engem hívtál. Én meg örülök, hogy eljöttél. Hölgyeim! Köszönöm. Tessék, kösz. Lisa, ma felnőtt nő lettél. Ahogy mondja. Te vagy az első barátnőm, aki lakókocsi parkban lakik. A mostoha apám zenész, és a legutóbbi helyet a bár tulajdonos nem fizette ki, így ebben a mobilházban kötöttünk ki. Nem mentegetőz. Olyan, mint a tévéfilmekben. Tudom, hogy túl sok tévét nézek. Hé, hey, Nina, még egyszer kösz. Örülök, hogy megismertelek. Szívesen, és ha legközelebb kell valami Lisának a boltból, csak telefonáljon, és megmondom, melyik sor. Oké. Okay. A suliban találkozunk. Okay. Szia, minden jót. Ne vigyelek haza? A mamám értem jön. Hát? Úgy tűnik, felnőtt lettél egyik percről a másikra. Sajnálni fogja a mamát, hogy lemaradt róla. Nagyon ügyesen bánsz a dobokkal. Kösz. Danny, elvinném egy körre Watsont. Nyitva hagyom neked az ajtót. Kösz. Gyere! Watson, gyere! Ma felnőtt nő lettél. Hello. Hello. Maga szerint miért vittek el mindent a földön kívüliek? Nos. Miből gondolja, hogy mindent elvittek? Jó olvasást. Köszönöm. Hallom, nagy mutatvány volt. Igen.
Mit akar itt? Hirtelen rengeteg szabad időm lett. Ki gondolta volna? Hogy van, Becky? Ha nem akarja, hogy úgy érjen véget ez a beszélgetés, hogy megkerülöm az asztalt és összeszorul a nyakán a kezem, akkor ne hozza szóba ezt a témát! Már nem vagyunk ellenségek, Tom. Egy oldalon állunk. Egyszerű állampolgár vagyok. Erről gondoskodtak azok, akik mindent elvittek. Mit akar? Egy tized másodperc alatt lett szkeptikusból hívő. Hónapokkal a Mohave-sivatagi esetek előtt. Tudni akarom, miért? Talán azért, mert megvilágosodtam. Tud valamit, amiről hallgat? Üdvözletemet küldöm a nővérének. Nagyon hiányzik. Szóval, sok izgalmas dolog történt, amíg távol voltam. Sajnálom, hogy lemaradtam. Semmiség, tényleg. Tom bácsikádnak gyakran furcsa gondolatai támadnak. Csak nem ez történik veled is. És ha igen? Különleges családba születtél. Az apádnak hihetetlen esze volt. Csak ránézett valamire, és átlátott rajta. Az embereken is. Olyan dolgokat látott, amit mások nem. Volt benne valami, ami... Igen, volt benne valami. Lisa, ahogy felnősz, megváltozik az életed. Nem földön kívüli űrhajók rabolnak el. Inkább a felnőtt kor ragad magával. Habár nem tudnám megmondani, hogy melyik az ijesztőbb. Halló, a texasi Austint kérem. Igen, Tom Clark telefonszámát. Köszönöm. Hat évvel később. Mi újság Pasadénában? Egy genomit láttál, mindent láttál. Hogy van, Julie? Még mindig nem váltatok el? Hé, felvették Mérit a jérre? Köszönöm azt a levelet. Mondtam, hogy szeretnek. Rendeztem egy darabot, nyertünk néhány díjat a végzőseimmel. Ez volt Harry Hamlin első szerepe. Na és veled mi van? Semmi. A szokásos. Hé, mi ez az egész? Azt mondják, itt mindent megtudunk. Gondolom, valamilyen vizsgálat lesz, hogy megtudják, hogyan tűnt el a csészealj. 12 év után. Az az érzésem, hogy ennél azért napra készebbek. Irányító központban engem. Argonauta 1 jelentkez. Argonauta 1 jelentkez. Hol a kukolban vagytok, fiú? Irányító központban Argonauta 1. Mi folyik odafent, Argonauta? Hogy érti ezt, Houston? 2:20 át nem voltam vonalban. 4 perccel ezelőtt jelentkeztünk utoljára. Az akkori koordinátáink. Körülbelül 3 héttel ezelőtt egy űrhajót küldtünk az űrbe. A küldetést nem dokumentáltuk. A feladata egy rendkívül érzékeny műszer pályára állítása volt. Miféle műszer? Emlékeznek régen elnök programjára, a stratégiai védelmi kezdeményezésre? Igen, csillagok háborúja. Bizonyára emlékeznek rá, hogy volt némi vita arról, hogy egyáltalán kivitelezhető-e vagy sem egy ilyen program. Mielőtt Bush elnök felülvizsgálná a projektet, tudnunk kell, hogy kivitelezhető-e. És mit küldtek föl? Egy reaktort? A program beindításának egyik legnagyobb nehézsége az volt, hogy hogyan találunk egy olyan kompakt energiaforrást, ami mind a sugárfegyvereket, mind a hagyományos fegyvereket ellátja. Megcsinálták, és komolyan felvitték az űrbe? A rakomány szigorúan titkos volt.
A kabin 14 órája keringett a föld körül. Még 2 óra kellett ahhoz, hogy elérje a rakomány kézbesítési helyét. Csak nem 2,5 órára minden kapcsolat megszűnt vele. Eltűnt. Se űrkabin, se űrhajósok. Aztán megint ott voltak. Észre sem vették, hogy 2,5 óra kiesett az életükből. A rakomány? Eltűnt. Gondolom, nem akarták, hogy egy reaktorral hülyéskedjünk a világűrben. Az időnket vesztegetjük. A jelenlévő személyek évi 286 milliárd dollárt jelentenek a nemzetbiztonságnak. A segítségükre van szükségünk. Elég volt a játékból. Tudni akarunk mindent azokról, akik odafönt vannak. És arról, hogy mit akarnak. Hölgyeim és uraim, gondolom mindannyian látták az E.T.-t. Az igaziak nem ilyen kedvesek. Visszajöttünk! Úgy látom, fogalmat sincs, milyen nagy dolog történik velünk. Folytatjuk a munkát, kapunk rá pénzt, a Bush kormányzat ideje alatt végig, valószínűleg utána is. Megtennéd, hogy nélkülem csinálod? Én maradok a Tom Clark vonalon. Tom Clark! Várj, valaki rendszeresen hívja a kaliforniai Los Altosból. A készülék egy bizonyos Danny Holden nevén van. Gondoltam, odautazom és megnézem. Egy ideig azt hittem, hogy hülyéskedsz. Hogy tudsz valamit, amit elhallgatsz előlem. De már 12 éve jársz Tom Clark nyomában, és csak annyira jutottál, hogy ellenőrzöd a telefonjait, nagyon kérlek, felejtsd el! Máshol is vizsgálódtam, de minden szál hozzájuk vezet. A Clark családhoz. Ők az érdekesek, ők a megoldás kulcsa. Apád miatt csinálod, igaz? Be akarod fejezni, amit elkezdett. Egész pontosan mit akarsz jóvá tenni, Eric? Ennyi erővel Charlie Keith-t is kereshetnéd. Nem jössz be velem? 13 évvel ezelőtt elbúcsúztam apádtól, Charlie. Nekem már nem kell találkoznom vele. Ő nem én vagyok, Charlie. A fejedben lévő információt használjuk. Mit akartok tőlem? Hagyjátok békén a családomat! Apa. Itt laktunk az elmúlt 7 évben. Ki az a mi? Jó magam, a feleségem és a lányom. Bérlik a házat, vagy a maguké? Ki bérel deszkaházat? Érdekli az ilyesmi? Nem, az a lányomé. Valójában a mostoha lányom. Ez is fontos? Persze, hogy fontos. Minden fontos lehet. A mostoha lánya? Igen, a feleségem első házasságából. A férje annak a fickónak az öccse, aki a könyvet írta. Hogy hívták a feleségem volt férjét? Jack. Jack. Na igen, Jack. Ő Lisa apja. Vagyis Jacknek hívtuk, de a feleségem gyakran Jacobnak szólította. Ilyesmi is érdekes lehet egy népszámlálási kérdőíven? Ez egy ellenőrző kérdés, Mr. Holding. Ez ellenőrző kérdés. Értem. Ó, már itt is van. Ő a lányom, Lisa. Az úr Mr. Jones. Mr. Jones, népszámlálási biztos.
Nagyon örülök, hogy megismerhetem. Van házi állatok? Gyerünk, vedd fel, vedd fel! Tom Clark. Tom bácsi, itt Lisa. Van itt egy férfi. Nagyon rossz érzésem támadt, és mondtad, hogy figyeljek az ösztöneimre, mert az apámtól örököltem őket. Ez így van, Lisa. Azt mondta, hogy népszámlálási biztos, és kérdéseket tesz föl Dannynek, de most tanultuk polgárjogból, hogy csak 10 évenként kell népszámlálást tartani. Vagyis, ha jól emlékszem, csak 2000-ben. Hogy néz ki? Szőkehajú. Alacsonyabb, mint te. Elég idős. 40 körüli. Az egy veszélyes ember. El kell tűnnöd. Most azonnal? Igen. Ó, oké. Emlékszel a tervünkre? Igen. Menj át Ninához. Rendben van. Maradj ott holnap estig. Anyukám egyszer azt mondta, hogy amikor félünk valamitől, semmi más nem akarunk jobban, mint hogy eltűnjön. Vissza akarunk menni abba az életünkbe, amelyikben még nem tudtuk, hogy félni kell. Egy nagy falat akarunk építeni, és élni mögötte a régi életünket. De semmi nem lesz ugyanolyan. Ez már nem a régi életünk. Ez az új életünk egy fallal körülvéve. Nem arról döntünk, hogy visszamegyünk-e a régibe. Kösz, hogy eljöttél, Tom. Hanem arról, hogy elbújunk, vagy egyenesen neki megyünk annak, amitől félünk. Hát ez óriási volt. Micsoda 3 pontot? De, ki volt ez a pasas? Jól levetted. Oké, Csárni, akkor holnap. Szevasztok, holnap találkozunk. Oké, jó éjszakát. Szevasztok. Holnap ugyanitt. Szevasztok. Otthonos. Ez kellett fiatalnak, aki egyetemre megy és önálló életet kezd. A kényelem. Otthonos. Egész jól néz ki. Mennyi? Felhívom anyádat és megmondom, hogy találtunk neked lakást. De szeretném, ha se neki, sem másnak nem telefonálnál egy darabig, rendben. Azt mondtad, hogy... Beszélsz ezekről az emberekről, és arról, hogy miért keresnek. A férfit, aki nálatok járt, Eric Crawfordnak hívják. Az apja a hadsereg ezredese volt. Őt Owen Crawfordnak hívták. Meg akarta találni az apádat. Magával akarta vinni. Becky nénéd és én elhitettük vele, hogy Jacob halott. De úgy tűnik, Eric rájött az igazságra. De miért kellett ennyire Owen Crawfordnak az apám? Köze van ahhoz, amiről a könyveidben írsz? Látod? Már ki is találtad. Már akkor tudtad, amikor felhívtál. Azt mondtad, egy nap mindent megmagyarázol. Igen, igen.
De azt hiszem, ennyi izgalom bőven elég egy napra. Ha bármikor szükséged van rám, bármikor, a következőt kell tenned. Feladsz egy lakossági hirdetést a New York Times országos kiadásában. A szöveg dobos, munkát keres, texasi country zenekarban. Mi van? Fiatal vagy. Még kifejlődhet benned egy rendes zenei ízlés, oké? Okay? Figyelj. Tudom. De minden rendben lesz. Oké. Okay. A randevunkon hotdogot ettünk apáddal. Apád nem hordta a kitüntetéseit. Nem emlékszem, hogy egyet is átvett volna. De a nagyapád kitüntetéseitől soha nem vált meg. A zsebében voltak, amikor meghalt. A nagyapád hős volt, Charlie. És az apád is. Milyen a munkád? Szeretek tanítani. Azt hiszem, jól csinálom. Biztos vagyok benne. Mi ez? Ez egy fénykép az apádról. Úgy 8 éves lehetett. Ez a férfi a mostoha apja. Apád sokat mesélt erről. Egész életében ettől félt a legjobban. Igen, igen, biztos, hogy ez volt az. Mi? A mostoha apja elvitte a Vidámparkba. Ez egy utazó Vidámpark volt, hullámvasúttal, körhintával, meg hasonló játékokkal. Elég ijesztőek tudnak lenni ezek a játékok. Egyszer megpörgetnek, fejjel lefelé fordítanak, vagy hirtelen lezuhansz a földre. De az apád egyiktől sem félt. Csak a férfitól. Aki a gépeket kezelte. Azt mondta, volt benne valami, amitől kirázta a hideg. Ahogy elnézem, 8 éves fejjel, nem csoda, ha megijedt tőle. Mi volt apa baja? Valami baj volt az agyával. Hitt bizonyos dolgokban. Miféle dolgokban? Meghalt Charlie, biztos, hogy erről is tudni akarsz. Mindenről, ami vele kapcsolatos. Azt gondolta, hogy elrabolták. A földön kívüliek. Nem is egyszer. És a férfiak, akik elől menekülnünk kellett. Azt hiszem, ők is hittek ebben. És te hiszel? Nem tudom, drágám. Nem tudom, miben higgyek. Apád egyszer azt mondta, hogy olyanok, mint az őrangyalok. Úgy gondolta, hogy megvédik? Nem, de úgy gondolta, hogy kell nekik valamire. Úgy gondolta, hogy ők vigyáztak rá Vietnámban. A vége felé azt mondta, hogy érted is eljönnek. Eljöttek, értem. Nem is egyszer. Ezért sikoltott, amikor utoljára meglátott. Mert látta, hogy már elvittek. Ha 8 éves lennék, igen. Talán engem is megijesztene. De tudod mit, mama? Most már nem félek tőle. Csak harag van bennem.
Ha megint eljönnek, nem adom magam egy könnyen, és ha az lesz a vége, hogy egy kórházban kötök ki az ablakon kibámulva és sikoltozva, akkor legyen az. Milyen volt a nagyapám? Nem ismertem valami jól. De féltem tőle. Hogy? Hozzám mindig kedves volt, nem is tudom. Talán azért, mert apád úgy rettegett tőle. Apád nem várt tőle más, csak egy csöpnyi elismerést. Hihetetlen, hogy milyen sokat jelenthet egy ilyen apróság. Mikor érkeztél? Tegnap előtt este. Van néhány napom az őszi szemeszter előtt. Örülök, hogy itthon vagy. Sajnálom, drágám. Sok a gondja mostanában. Miért nem hagyod el? Hogy? Hagyd el! Csomagolj össze, menj ki az ajtón, és ne gyere vissza. Ez nem ilyen egyszerű. De igen. Nem törődöm, érzéketlen, és ha felállna neki, minden bizonnyal hűtlen is lenne. Méri, tudod, hogy igaz. Megkapom érte a magam jutalmát. Hm? Itt vagy te. Akkor költöz New Havenbe. Így kevesebbet kapsz belőle. Összehozlak a tudomány perspektívái tanárommal. Tündéri pasi. Örömmes vagy. Örököltem. Szerinted hasonlítok rá egy kicsit? Itthon a tengerész, megjött a tengerről, és megjött a vadász a hegyekből. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Az várhat. Egetrengető hírei vannak a számodra. Felkészültél? Biztos? Nem akarsz leülni? Mik azok a hírek? Tévedtem. Hogy miben? Kérdezhetnéd. Már is mondom, válaszolok. Fogom a pénzt, amit kaptunk, és mondom a fiúknak. Építsenek valamit, amivel fogni lehet az implantátumok jeleit. A jeleket, amit a transformátor felerősített. Az erősítő, amiről azt mondtam, hogy az egyik rumléki holttest volt. Igen. Megépítették. Bekapcsolták. Voilà! Villog, mint egy karácsonyfa. Nos, miért mondom, hogy tévedek? Kérdezhetnéd. Oké. Mert a jelek nagyon csúnyák és nagyon erősek, mert valahol a bolygón még mindig van egy erősítő, nem is akármilyen. Vagyis amikor elvitték a holmiukat, ezt szándékosan itt hagyták. Miért jó ez nekünk? Azért, amit mindig mondtam. Minden implantátumot kinyomozhatunk bármikor. Bárhol. Ezt nézd meg. Kérem, keresse meg Ellent. Emlékszel a csipre, amit kivettünk abból a clevelandi lányból? Betettük egy ellennevű férfi fejébe. A belügyminisztériumban dolgozik. Azt itt egy ökértemést kapott. Megvan. Hívja fel. Beszélhették Mr. Ellen Stewart-tal? Egy pillanat. Halló. Mr. Stewart? Igen. Kapcsolom Dr. Lamart. Ki telefonál? Mr. Stewart, Dr. Lamar. Szeretném megkérdezni, hogy van a gyökértömése? Te sem tudod, hogy itt vagy. Hogy nem ő. Honnan tudja, hogy itt vagy? Dr. Lamar, jól vagyok. Hogy talált meg? Mr. Stewart, fogorvos vagyok. Ez a dolgom. Mr. Stewart, mennem kell. Vár egy páciens a székben. Remélem, megérti. Még mindig nem értem. Mire jó ez nekünk? Igen.
Ez a villódzó fénytenger a mi saját kis áldozatgalaxisunk, de honnan tudjuk, melyik fény kicsoda, igaz? Pontosan. Összevetjük az ismert áldozatokat, a mozgásokat, stb. Az implantátumok adataival, és hatástalanítjuk őket. Végül maradnak az azonosítatlan áldozatok, így ha keresünk valakit, mindent, amit csak tudunk róla, betápláljuk a számítógépbe, és összevetjük a mintákat. Hihetetlen, mire képes egy modern kompjúter és néhány milliárd dollár. Meg tudod keresni Charlie Kiss-t? Persze. Volna kedved megkeresni még valakit? Elég gyenge vagy. Össze tudod szedni magad szerdához egy hétre? Fellépünk az Oké Hotelba. Beversztek? Csak te jelentkeztél. Ez szuper! Nem gondoltam komolyan. Azt, hogy bénán nyomod. Úgy értem, te sem vagy rosszabb, mint mi. Kösz. Ez kedves. Elég ócskán érzem magam. Félek, hogy megbántottalak. Kemény lány vagyok. Most jöttél el otthonról? Igen. Emlékszem, amikor először aludtam egyedül, az új lakásomban. Amikor felébredtem, hirtelen nem tudtam, hogy hol vagyok. Csak feküdtem, és arra gondoltam, hogy milyen furcsa, tegnap még minden normális volt. De mára örökre megváltozott minden. Igen, velem is pontosan ugyanez történt. Azt várom, hogy mindjárt felébredek, és a saját szobámban vagyok. Hogy csak álom volt. Kösz, hogy ilyen kedves vagy. Kicsit megkönnyíted a helyzetem. Szívesen. Nyitva! Jézusom! Mit csinál, Charlie? Sajnálom, Naomi. Sajnálom. Így tölti a kutatói szabadságát.
Ül a sötétben, olvas, és egy baseball ütőt tart az ajtó mellett, ha feljönne valaki. Én csak szükségem volt egy kis egyedüllétre. 10 éve vagyok a Lincoln igazgatója, és korábban is ott tanítottam. Charlie, maga a legjobb tanár, akit ismerek. Nem mondok le magáról harc nélkül. Mik ezek, Charlie? Semmi. Földön kívüli napló. Mit jelentenek az emberrablások? Földön kívüli fajok összefoglalója. Fogadj örökbe UFO-t. Mivel magyarázza mindezt? Istenem. Azt hiszi, hogy elrabolták a földön kívüliek. Van róla fogalma, hányan állítják, hogy földön kívüliek rabolták el őket? Charlie. Az emberek azért hisznek ebben, mert hinniük kell valamiben. Ha így van, akkor miért olyan hasonlók a történeteik? Azért, mert ugyanazokat a filmeket nézik. Ugyanazokat a könyveket olvassák. Rendszeresen elvésznek 9 éves korom óta. Utoljára alig 6 héttel ezelőtt vittek el. Bejöttek a házba és elvittek. Próbáltam ellenállni, rugdaloztam, és ütöttem, és haraptam. Semmire sem mentem vele. Magukkal vittek a nappali falán keresztül, és... Charlie! Nem fogtok még egyszer elvinni! Nem megyek vissza! Nem visznek sehova! Nem engedem! Charlie. Semmi. A világon semmi oka nincs rá, hogy higgyen nekem. De bizonyítékot szerzek. Megmutatom magának és az egész világnak, hogy nem vagyok őrült. Jól van, Charlie. Jól van. Csak nem 2 hónapba telt, mire megtaláltuk. Valami baj van a rendszerrel? Nem. Jó a rendszer, csak nincs implantátuma. Miért is lenne? Ő Jacob Clark lánya. Mit csinálsz egy amputáltal? Készítesz neki egy műkezet. Nos, az ő szempontjukból pszichikai amputáltak vagyunk. Hiányzik belőlünk valami, ami nekik természetes, tehát mit adnak nekünk? Implantátumot. Az elektromos változatát annak, ami nekik biológiailag megvan. Keresse ki azt az agyszövetmetszetet, amit az alaszkai tűz után hoztunk el. A spektrográfiai elemzéskor szokatlan szerkezetre derült fény. A színek a sűrűségi küszöböt jelzik. Ez a minta annak a hibridnek az agyából való, aki az öcséddel együtt veszett oda. Egy valós sikerült fajkeverési kísérlet áldozata, de ha feltételezzük, hogy a sejt szerkezete csak nem azonos Lisáéval, közelíts erre. A szövet 2 funkciót lát el. A neuronspirálok antennaként működnek. Megtaláltuk a lányt. Csak másik frekvencián sugároz, mint a többiek. Sziasztok! Minden jót! Szia! Szia! Minden jót! Vigyázz magadban! Hello! Sziasztok!
vissza. Hogy van? Annyi mindenről kell beszélnünk. A New York Times országos kiadóját kérem. Lakossági hirdetést szeretnék feladni. Senkinek nem beszéltem az apádról. Egyik könyvemben sem írtam róla. De amikor Crawford megtalált, el kellett volna mondanom. Nem tudom, hittem volna neked. Szóval, ez a Crawford azért keresett, mert... negyedrészt földönkívüli vagyok. Ettől vagy számára érdekes. Hű. A tapasztalataim alapján is most csak arról beszélek, amit láttam. Senkit nem akarnak bántani. Megmentettek. Hazakísértek. Az apád nagyon fontos volt nekik. És úgy tűnik, te is. Azt hiszem, tudom miért. Terhességi teszt. Öt hónappal később. Ezek az ismert személyek, mindenki, akit egynél többször vittek el. Van egy alcsoport, olyanok, akiket mindig ugyanaznap visznek el. Megtaláltuk Charlie Keyst. Tegyük föl, hogy ő az 55-ös pár egyik tagja. Miért pont 55-ös? Teljesen mindegy, inkább figyelj. Charlie-t utoljára a megfigyelések kezdetén szeptember 8-án rabolták el. Ha visszaszámoljuk Lisa terhességét, a fogamzás feltételezett időpontja szeptember 8-a. Pároztatták egy lányjal, aki már így is... egy negyedrészt földön kívüli. Csodálatos, nem? Nem egészen értelek. Csak azért, mert nem dolgoztál annyit a privát szektorban, mint én. Nos, a biotechnológiában a kutatások java a recesszív tulajdonságokat célozza. Olyanokat, amiket kitenyészthetünk a fajokból, vagy beolthatjuk. Nos, mit tudunk Keyst családjáról? A nagypapa Russell bombázó pilóta. A fia vietnámi veterán és önkéntes mentő. Ezek az emberek erősek, bátrak, rendkívül ellenállóak. És még valami. Amikor elviszik őket, tiltakoznak.
És Clarkék, Jacob képes dolgokra. Apám betegedt tőle. Igen, de testileg gyönge volt. Bizonyos szempontból nem volt több esélye, mint az Alaszkában élő mutáns ikreknek. De Lisa... Lisa... nem örökölte az apja tehetségét, sem a gyengeségét. Úgy tűnik nem több, mint hordozó. Főztél már Tarragonnal? Az egy nagyon erős fűszer, elég egy csipet, különben minden más ízt elnyom az edényben. A genetika hasonlít a főzésre. Egy kicsit ebből, egy kicsit abból. Igen, de mit főznek? Hát ez egyetlen fiam és örökösem óriási kérdés. Szuperfegyvert vagy megmentőt? Választhatsz. Néha úgy a legkönnyebb elindulni az ismeretlenbe, ha ismerős lépéseket teszünk. Kis lépéseket. Szokványos dolgokat csinálunk, hogy megbirkózzunk valamivel, ami egyáltalán nem szokványos. Mindig új helyekre megyünk, állandóan. Az ismerős dolgok teszik lehetővé, hogy úgy tegyünk, mintha ismerős területen mozognánk. Megtesszük a kicsi ismerős lépéseket, igyekszünk őszinték lenni. Nem élünk úgy, mintha mi sem történt volna, de folytatjuk az életünket. És előfordul, hogy hirtelen szükségünk van a régi életünkre. Volt egy gitáros, Tony. Meghallgatásra mentem a zenekarához. Azt hiszem, nem kedvelem ezt a gitárost. Másnap visszamentem a próbaterembe, hogy találkozzak vele. Elutazott Los Angelesbe. Disznó. Nem úgy értettem, még aznap este elutazott Los Angelesbe a próbateremből. Bejött egy barátja és elvitte. Egyáltalán nem jött utánom. Valaki mással mentél haza? Nem. Senkivel. Kicsim, gyere haza. Az emberek, akik elől rejtőzöl, ugyanazok, akik apádat is keresték. Tom azt mondja, tudják, hogy hol vagy. De nem árthatnak nekem. Miért? Mert földön kívüli lények vigyáznak rád. Igen, mama. Pontosan ezért. Nem voltál itt. Nem láttad, mi történt velem. Mama, én... Mama... Nem történhet bajom, tudom. Érzem. Valóban? Igen. Teljesen az apádra ütöttél, tudtad? Előbb vagy utóbb el kell mondanatok, hogy miről beszéltek. Nyolc éves koromban kezdődött. Voltak különös. Akkor azt gondoltam álmaim. Mindig ugyanazt a fiút láttam. Pero un día, hace dos semanas atrás, lo vi de nuevo. El cielo, pero cubierto de plato voladores por todos lados, en el medio del día. Eso es todo. Después se fueron. No lo vi más. Los platos voladores se fueron. Mit mondott? A jármű leszállt. Ez egy tűzföldi farmer. 8 éve számol be jelenségekről. Úgy gondoljuk, hogy a déli sarkvidéken is járnak űrhajók. Egy nap, úgy 2 hete hajókat látott. Tele volt velük az ég. Belepték a földjét. Fényes nappal. És ennyi. Azóta nem látta őket. Egy szibériai nő hasonló sztorit mesélt. Norvégia, Alaszka, Zanzibár, Ausztrália. 144 eset, még több szemtanú, hiteles beszámolóval világszerte. Mióta észlelhető mindez? Már 6 hete. Egy nagy roham, aztán semmi. Semmilyen tevékenység, semmilyen észlelés, semmi. 6 hete és egy szót sem szóltál róla? Most szólok.
Ez az én projektem is, Chad. A legteljesebb mértékben. Erik, én vagyok az Chad. A régi harcostársad. Csak nem akartalak zavarni, amíg le nem zajlik a válásod. Egyébként, hogy tetszik a nőtlen élet? Szerinted mit jelent ez? A csöndet. A csöndet? Igen. Azt, ami megelőzi a vihart. Nézzétek! Gyönyörűek. Minden rendben lesz. Biztos? Egészen biztos. És ha valami baja esik a babának? Nyugi, Lisa. Gyönyörű lesz. Nem úgy értem. Azt hiszem, elment a magzatvíz. Nem lesz semmi baj. Tudom. Egy perc és kezdődik. Felhívod a mamámat? Igen. Közvetlenül a Cheyenne-hegyi kompjúteren vagyunk. A rácson minden ismert ember készítette tárgy szerepel, ami az űrben van. Egy 1984-es küldetés csavarjai, egy csavarhúzó, amit az oroszok ejtettek ki a Mirből, és több ezer műhold. Gondolom, nem csavarok miatt hívott ide Washingtonból. Voltak máskor is ufóink, de nem ilyen mennyiségben. Nézze csak, ha az ismereteket kiiktatjuk, ezek madarak. Kora este több száz új tárgyat észleltünk, azt hittük, hogy elromlott a rendszer. Azután a tárgyak összeolvadtak. Nem tudom, hogy mondjam másképp. Először sok kicsi volt, aztán egy nagyon-nagyon nagy. Nagyon jó magyarázatot kell kitalálnia. Senki nem fogja elhinni, hogy vadászgép volt. Így. Nagyon jó. Még egy kicsit. Fejem tud csúszni? Igen. Hol van valami fájdalomcsillapító? Nézze meg, itt van-e az orvos. Túl magas az anya vérnyomása. Pár perc múlva jobban nézni. 9 centi a tágulás. Ne nyomjon! Muszáj! Nem szabad, figyelje rám! Nem szabad nyomnia! Le kell nyomnunk a vérnyomását, kérlek, ezt tudja a babát! Hívja ide, doktor Kettel! Ki kell mennie! Egy kisebb komplikáció, kérem, menjek ki! Menjek ki, kérem! Uram, ereszkedik! Felszíni sebesség 388 méter per szekundum 249,4 foknál. Magasság mínusz 75,2 méter per szekundum. Ez a sebesség és a süllyedés egyszerűen lehetetlen. Seattle fölött van és nagy sebességgel ereszkedik. Mi az a Science-it és a Noredet? DEFCON 2-es szint. Ha ez az, amire gondolok, akkor teljesen mindegy.
A vérnyomása 200 per 100. Két ruhama volt. Fehérje van a vizeletében. Igen, eklantikus. Stabilizáljuk. 2 gram magnézium, 5 mg hidralazin. Magasság mínusz 32 méter per szekundum. 52,8, 1,0-nál magasság mínusz 33,6. 52,8, 229,0-nál magasság mínusz 30,1. Lisa, ezt a jelenséget eklampsziának nevezik. De gyógyszert kapott a rohamokra, és csökkentjük a vérnyomását. Jó? Mitől van ez? 52,8, 229,0-nál magasság mínusz 30,1. 51,2, 227,8-nál magasság mínusz 26,7. Ez az, lelassult. És tartja a szintet. Stabilizálódik. Oké, nagyon jó. A magzat rendben van. Újabb összehúzódás jön, Lisa. Ha együtt tud működni, császármetszés nélkül hozhatja világra kisbabáját, jó? Jó. Jól van, megpróbálunk nyomni. 1, 2, 3, és nyomni. Ügyes kislány, állj! Szép volt, Lisa. Ügyes. Vérnyomás? Visszament 120-ra, stabilizálódik. Nagyon jó, akkor most még egyszer, Lisa. 30,6 méter per szekundum, 213,8 foknál. Magasság mínusz 9,3 méter per szekundum. Jó, most várjuk meg a következő összehúzódást. 1 másodperc és kezdődik. Kész, 3-ra. 1, 2, 3. Gyerünk, Lisa, nagyon jól csinálja. Nyom, állj! Stabil életfunkciók. Jó kislány. Csak így tovább, Lisa. Becsült leszállási hely 47-39-14 észak, 122-18-34 nyugat. Jól van, Lisa, mindjárt megvan. Már csak néhány nyomás, jó? Istenem! Miért van ennyire a magzat? Jól van. Jól van. Kiveszem a gyereket. Szívás, sokkot adott. Elvérzik, siessünk gyorsan. A babát is elveszítjük. 0,02, 211,0-nál mínusz 4,9 áll. Ez megállt. Eltűnt. Hogy? Eltűnt. Nem tűnhetett el. Megvan az anya szívverése. Stabilizálódik a baba. Elállt a vérzés. Keressék! Vörös kód, most azonnal. Igen, uram. Gyerünk! Igen, uram! Szinte hihetetlen, hogy itt vagy. Teljesen kivéreztél. Mi történt? Elállt a vérzés. Senki sem tudja, hogy mitől. Mondtam, hogy vigyáznak rád. A kisbabám? Nézd, milyen csodaszép. 3500 gram. Egy tökéletes kislány. Tudod már, mi lesz a neve? Eliston. Eli. Eli lesz a neve. Szia, Eli. Anyukám szerint az élet olyan, mint egy hullámvasút. Egyszer fent, egyszer lent. Nagy zuhanások és lassú emelkedők.
és vízszintes részek. Ez a hullámvasút csak annyiban más, hogy valahányszor megáll. Egész más helyen szállunk ki, mint ahol beszálltunk. Hogy van a mama? Jól van. Nem küldi üdvözletét. Köszönöm, hogy eljöttél. Azt mondtad, fontos. Ezt a nagyapád találta Pine Lodge-ban, Új-Mexikóban. Egy baleset helyszínén. Tehát minden igaz. Mi van rajta? Eddig senki sem tudta lefordítani. Lehet, hogy bevásárlólista. Az apád neked adta? Inkább rám hagyta. A halála után találtam meg. Egy üzenettel. Az apám és én nem voltunk túlságosan jóban. De ezt rád hagyta. Biztos meggondolta magát. Meghalt a fivérem. És közvetlenül utána az apád. Mielőtt apám meghalt, talán rájött, hogy ki vagyok. Mit szól ehhez, Chad bácsi? Dr. Wakeman még nem látta. Miért mutattad meg nekem? Nagy hatalmat jelent az a tudás, aminek a birtokában vagyok. Előre látom a változást. Azt akarom, hogy csatlakozz a programhoz, Mary. Ez a dolog nem mehet ki a családból. Hello, fiatalok! Ó, nézzenek oda, a kis Mary, felnőtt és gyönyörű nő lett. Mennyi van még hátra a Nobel-díjig? Közel járok a genetikai hibák feltérképezéséhez. Olyan közel, mint Miss America feladatai teljesítéséhez vagy. Olyan közel, hogy Patrick Brown már ott is van. Még csak egyetemista vagy, odaérsz. Lisa és a kisbabája lány lett. Elmegyünk és megszerezzük? Úgy sem lenne semmi értelme. Jézusom, 13 éves korod óta vágyom. Én is. Miért nem mész el a gyerekért? Te nem vesztegeted az idődet. Egyértelmű, hogy fontos. Mi több, ő az egésznek a lényege. Nyilvánvalóan. Szerezd meg. Vedd el. Úgy is visszavennék. Sokkal ügyesebbek, mint mi. Akkor mit csinálunk? Figyelünk és várunk. Közben kitaláljuk, hogy szerezzük meg. Figyelünk és várunk. Egészen úgy beszélsz, mint az apám. Semmiben sem hasonlítok az apádra. Van egy elméletem arról, hogy ki ez a lány. Akarod hallani? Az evolúció szeret szelektálni, legalábbis alávetni az érzelmeket. A limbikus agy
Mindig ott van a háttérben, de mégis annyira mélyen, hogy nem ölünk meg minden szembejövőt az utcán, legalábbis a legtöbbek. Képzeld el a képességeinket és az érzelmeink energiáját együtt. Kézigránátok lennénk. A lány pedig egy atombomba. Három évvel később. Hölgyeim és uraim, hadd mutassam be Fehér Árnyékot. Fehér Árnyék azután jött hozzánk, hogy az elmúlt három évben lángoló hullahopkarikákon ugrált át egy floridai akváriumban. Remélhetőleg, ahogy kezdjük egyre jobban megismerni ezeket a teremtényeket, egyre jobban törődünk velük, egyre nagyobb együttérzést tanúsítunk irántuk. Itt az akváriumban reméljük, hogy egy lépéssel közelebb vihetjük önöket a faj megismeréséhez. Van kérdésük? Igen? Miután a delfint fogságban tartották, képes visszatérni az eredeti környezetébe? A legtöbb esetben nem. Habár ez függ attól, hogy mennyi ideig volt rabságban és milyen körülmények között tartották. A legtöbb esetben a már fogságban élő állatnak kevés reménye van a visszatérésre. Most mit csinálnak? Volt életemben az első alkalom, hogy megláttam valaminek a szépségét. És akkor éreztem először, hogy van bennem valami, amitől más vagyok, mint a többi ember.